Évek óta ismerem Gyula bácsi. Itt az Apácai Kar főépületében mutatta be legújabb kötetét dr. Bedécs Gyula. A Doberdótól a Dolomitokig című speciális útikönyv, az Emlékezés és Emlékeztetés elnevezésű sorozat második része, mely a szerző sorain keresztül kalauzolja az olvasót az első világháború magyar emlékhelyeire. Háború szele távolba vetett, messzi föld adott végső nyughelyet. A lélekmadár mégis hazaszáll. Az ünnepi eseményen az elesett hősök rokonai is megjelentek, hogy versekkel vagy éppen csak néhány felidézett történettel emlékezzenek szeretteikre. Emlékezni ugyanis mindig kell, vallja Bedécs Gyula. Emlékezni kell. És emlékeztetni az embereket arra a szörnyűségre, ami 100 évvel ezelőtt történt. És ezt meg kell mutatni. És az emberek, amint keresztül mentek, csak akkor jelennek meg előttünk hősként. Nem szóvirágok kellenek, pátoszos szavak. A szenvedést kell visszaadni naplóval, versrészletekkel, fotókkal. És ez a könyv ezt igyekszik megadni. Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? A nagy háború 100. évfordulója számos megemlékezést hív életre a következő hetekben, hónapokban. Ezért is fogadta örömmel a könyvbemutatót a kar vezetősége, és azért is, mert az Apácai Jogelőd intézménye is érintett volt a háborúban. A mi karunk hosszú, több mint két évszázados története jogelődjeiben során 8 halottat adott a nagy háborúban, 8 hőst adott a hazának, akik a diákjaink voltak valaha. Ugye minden 8-nak ismerjük a nevét, de az egyik közülük, Móricz Lajos, azt azért válik ki csak a sorból, mert még több hagyaték jutott hozzánk eredetiben, tehát őt emberközelebbre tudjuk hozni. A Bedécs tanár úr könyvében egyik fejezet Móricz Lajosról szól. A sorozat a második kötettel nem ért véget. Bedécs Gyula ugyanis híradónk stábjának elárulta, hogy már dolgozik a következő kiadványon. A könyv várhatóan jövőre jelenik meg.